Na, sziasztok mindenki, itt van velünk Niki. Sziasztok. Egy elég érdekes videót hoztunk el nektek. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Ő is kiválasztott bútorokat a házhoz, illetve én is. Hát ha van egy tippente, sokkal drágább bútorokat választották én. Nem biztos. Miért te csak beírtad, és akkor szerintem az elsőt, amit kidobott, azt választottam. Hát így vásárolok ruhákat is, hogy látom, hogy tetszik, minek tovább nézelődni. Ez tetszik, és ennyi. Úgyhogy össze fogjuk mérni, hogy ki milyen árba választott bútorokat, és hogy összességébe mennyi lenne, mivel ugye erre nem gondol az ember, hogy oké, elég felújítani egy házat, de azt utána be is kell rendezni, és ha tetszik nektek, akkor nyomjatok egy like-ot, lesz belőle több rész, illetve nem azért fizetett promóciós a videó, mert itt bármit megkapunk ingyen, nem, hanem a G2A szponzoráció miatt. Viszont itt ugye megmutatjuk nektek az oldalt is, de ez egyik sem reklám. Na, hát na, Niki! Várjál, mi alapján választottad a dolgokat te? Hát, hogy tetszik-e? Ránézek, és hogy jó néznek ki a szobába. És így összekombináltad, hogy azért a színek passzoljanak? Természetesen. Jó. Természetesen. Úgy lesz a videó felépítve, hogy ágy, én mondom el a véleményem, meg a Niki, amit én választottam, úgyhogy így egyesével lesz megcsinálva. Na, hát Kardi kárpitozott boxspring ágy. Hát Niki, ezt az ágyat elmondom, hogy azért nem venni meg, mert nincs is rendesen megágyazva. Úristen! Jó, de igen, 106... Ez most akciós. Nagyon jó, hogy akciós, tök jó, hogy le van most árazva. Nekünk is 160x200-as van, és itthon van ágyunk, de az Ákosnak lehet, hogy itthon fogjuk hagyni. Hát én még 130 ezeré vettem azt az ágyat, ami nekünk van. Nagyon durva, úgyhogy... Csak ugye az ilyen rugós. Jó, de várjál, vannak itt több színbe is. Ó, hát feketében még jobb, Niki. De a bézs jobb, mert ez világosítja. Ez nem bézs, ez kréme. Bocsánat. Ez azért jó, mert ugye matracos, ami most van nekünk, az rugós. És amikor éjszaka te felkelsz az ágyban, akkor felébredek, mert rugózik ez a pattog az ágyon. Én szerintem jobbat választottam, nézzük azt. Hát ez... Körülbelül olyan, mint ami most van. Na, de ez matracos ez is. És nézd meg, milyen jó fekete. Néz ki. Fekete. Hát milyen más, hogy és te mennyi választottad? Most nem tudom, de ez 255 ezer forint. Hát amit én választottam, az szerintem 20-szal volt több. Jó, de meg ez egy kicsit lehet, hogy alacsony amúgy. Hát jó. Na, szerintem ez veri a tiedet. Hát nekem ez nem tetszik. Hát ki gondolta volna, de ez is kicsit... Jó, amúgy nem rossz. Csak fekete, na akkor ne feketét. Jó, hát gondolom lehet a színek között itt is választani. Nézd meg. Szürke. Szürke. Ez ilyen barná, vagy milyen ez? Hát olyan szürkés barnás. De várjál, itt van még öt fél. Na, van zöld. Fúj! Jó, ez ilyen fosság. Ez hogy? Hát nem. Mert fehér lesz a szobafal, nem? Na, ez olyan bézs, de az enyém még mindig jobb. Jó, oké. A következő az egy éjjeli szekrény, candy éjjeli szekrény, három részes, ahogy látom, 31.800 forint. De hát várjál, apa is tud nekünk éjjeli szekrényt csinálni. Hát ugye, ami most van, azt is ő csinálta. Igen, tényleg. Csak ugye, hogyha olyan ágyat szeretnénk, mint amit mondjuk én választottam. Igen. Akkor ahhoz nem biztos, hogy menne ez a... Ami most van. Igen, itt ugye... Lehet festeni? Hát nem tudom, szerintem ez így néz ki jól. Most a nézők nem tudják, miről beszélünk, de igazából függ attól is, hogy tényleg az egész hálószoba hogy fog kinézni. Sújti, de vá, ezeket nekünk kell összerakni? Hát ezeket. Vagy ezt nem így szállítják, gondolom lapra szerelt ez is. Hát gondolom. Te jó ég. Na ez... Nem itt... hiszem, hogy olyan nagy cucc. De nekem igen. Jó, 31.800 forint, mondom, itt az ár is lényeg, most ugye független attól, hogy hol veszi az ember, de mi ezeket néztük ki most, ez későbbiekben ugye változhat, de hogy most mennyit költenénk bútorra, hát most még nem tudjuk megvenni, meg még ugye nincs kész a ház, de csinálunk egy ilyen tesztet. Jó, akkor éjjeli szekrény, fehér, ennyi. Jó, hát ezért... Szerintem a bézs meg a fehér kombináció az nagyon jó. Jó, de ez amúgy egyszerű, tetszik. Egyszerű, tetszik, tetszik. És hát én nem. Én nem tudom, miért választottam, majd kiderül. Most. Jézusom! Na ez? Tudod, mi választottam? Nagy a konyhához.
ami alul van lap. Ezt most nem értem. A hálóba választotta éjjeli szekrényt, ami megy a konyhához. Hát akkor miért nem a konyhába rakod? Nekem ez nagyon tetszik. Nagyon jó. Hát éjjeli szekrény. Amúgy szépnek szép, de... Hát nem tudom. Mennyibe kerül? Nézzük meg. 47 000. 47 000, te amit választottál 30 000 forint. Na hát akkor az enyém meg mindig jön. Tényleg most itt drágább, de mínusz 30% van rá. Most akkor ezt a hálóba választottad, vagy a konyhába? Ez a konyhába ilyen? Mi? Hát te mondtad, hogy megy a konyhába. A hálószobába, az ágy mellé. Hát te mondtad, hogy kicsikém. Megy a konyhapadlójához. Igen, mert ha érted, hogyha főkelek, látom ezt, és utána látom a konyhába is. Benne maradok az érzésben. Jézusom! Jöhet a következő. Következő az egy lámpa. Mi? 29 000 forint egy lámpa? Asztali lámpa, Karin. Jó. Jelentsen ez bármit is. És ebből lehet, hogy kettő kell, mert a te oldalad az egyik. Jó, de én akkor feketét kérek, hogyha ez lesz. De nem. Hát ez nem megy akkor a kombináció. Jó, akkor az lesz, amit én választottam. Nem, de hallod, oké, hogy úgymond csak, hát nem csak, hát várjál, mert a szintű eltérően már drágúnak. Ezt mondjuk sose értettem telefonok esetében se, hogy más a színe az drágább. Na mindegy, ennyi az ára, még gondolom a kiszállítás. És ugye 30 000 forint ez is durván, de sok kicsi sokra megy. Hát most amit néztük, eddig tartunk 300 000 forintnál. De és... amúgy szerintem ez azért drágább, mert ugye ez ilyen aranyozott. Nagyon jó. Le kell adni az aciba akkor utána. Na ebbe ezt megláttam. Hát ez mi? Ez az undorító. De ez hogy világít? Nézd, ez gyönyörű. Nekem ez kell, Niki. Ez nekem kell. Nekem... De hát ez nem olyan éjjeli lámpa, nem? De, ez hát így. Ez itt van a földön. Rá lehet rakni a szoba szekrényre is. Hát jó. Ez 66 centi, hát ez nagyon nagy. Jó, hát akkor magad mellé teszed, nem kell a szekrényre tenni. Ez brutál, jó, tényleg nagyon drága, nem biztos, hogy megvenném, de hát... Hát és a kettő kellene, most kettő lámpa 160 000 forint. Tényleg, rossz ötlet. Akkor csak vegyünk egyet a nappali, akkor a nappaliba egyet. De a nappaliba nem jó, mert ott az ilyen szürkés, barnás, fehér színek lesznek, most oda nem megy ilyen fekete. Na de nekem ez kell, hallod, én ilyet még nem láttam. Ez hogy világít, ezt meg kéne nézni élőben, hogy funkcionál. Hát gyönyörű. De amúgy dicséret, hogy próbáltál ilyen fekete kombinációt. Igen, ezek tetszenek. Ügyes vagy. Köszi. Következő függöny. Na, hát ez már szimpatikusabb ez az ár. Nagyon jó néz ki. Egyszerű, barna. Én nem ilyet választottam, majd meg is indoklom, hogy miért. Hát ez ilyen sötétítő függöny, ez is menne az ágyhoz is. Jó, de ez az utcai szobákba. Hát ez a hálóba. Ez csak a háló. Na, háló, de jó, de az utcára néz, úgy mondom, hogy abba a két szobába, mert a nappaliba elég lesz ilyen átlátszó árnyékoló cucc, nem? Vagy mit tudom én, milyen. Jó, itt azért a méreteket is fontos megnézni, mert azért nem lehet levágni belőle, nem? Vagy félbe lehet vágni, ha nagy? Jó, de ez az ár, ez már szimpatikusabb. Na most gondold el most így a fejedben, hogy ez a szép ágy. Igen. Ez a függön, a lámpa, az ilyen iszak, milyen jól nézik egy. Hiszen tölke. Igaz? Hát nem, ezt mondom. És akkor itt tök világos is lenne a szoba. Nagyon jó. És ugye még szőnyeget ide nem választottunk, de mondjuk egy ilyen barnás színű szőnyeg tök jól nézni. Jó, a szőnyegen ki leszek borúva, biztos, mert azok nagyon drágák, nem? Na, ez függöny. Ez mi? Ja, azt hittem az ágy. Nem az ágy, ez a függöny. Hát az ilyen kis egyszerű. Kis egyszerű, szolíd, visszafogott, nem látnak be az utcáról, nem? Hát szerintem ez inkább a nappaliba. Mondjuk lehet a szobába is, csak akkor érdemes oda egy sötétítő függönyt is rakni. Igen. Na, de mennyibe kerül, nézd csak meg. Csak 17 000 forint. Per darab. Mm. Ja? Lehet hát, több darab. Ja. Nem rossz. Nem kis egyszerű. Ja. Egyszerű, de nagyszerű. Jó. Kanapé! Mi? Ne! Persze! 374 000 forint. Dehogy nincs, hát ne idegesítsé már. De mi kerül? A húgomék is mondták, hogy 400 000-é vették.
Miért kerül egy kanapé ennyibe? Jó, ez pont passzolna oda amúgy. Jó néz ki. Azt kell mondanom, hogy jó néz ki. De várjál, mert amúgy én azt szoktam csinálni, hogy beírom Kingston sarok kanapé szürke, és beírom árukeresőbe, és ahol a legolcsóbbot megveszed. Hogy erre figyeljenek a nézők is, én így szoktam vásárolni, hogy meglátok valamit, amit tetszik, beírom árukeresőbe, azt lehet, hogy tudsz spórolni 10, 20, 30, 40 ezer forintot amúgy ezeknél. Na ez! Ez első osztály. Jó, ez nem rossz, ez nem ez rossz. Ez első osztály, és pont nézd meg a méreteket, hogy ez menne, ez pont olyan alakú, ami nekünk kell. Mennyibe kerül? 390 ezer. Na hát akkor te is kb. Ugyanennyi választottál. Igen, hát a kanapék nagyjából most ilyen árba mennek, de amúgy nézd meg más színbe is. Ez ja, ez kihúzhatós, az fekete. Igen, de ez fekete színben van. Nagyon jó. Szerintem amúgy nagyon jó néz ki. Ez hát a fehérbe jobb. Igen, ez a nappaliba, ez nagyon király szerintem. Nézzük meg a többi, van rengeteg szín. De jó ég! Jó van. Van ilyen bézses. Ezt a sárgát nézd meg. Melyiket? Ezt. Ez nagyon durva. Ez brutális. De amúgy azért jó a szürke kanapé. Igen. Mert ez is de jó. Mert évszakonként lehet ilyen párnákat cserélgetni, és igen, többféle szín illik hozzá. Na, de jó néz ki. Valami ilyesmi lesz, én úgy gondolom. De hát erre spórolni kell, még te jó éket, már mennyinél tartunk. Szóval tévészoba szekrény. Amit én választottam neki, az fényévekkel szolidabb. Na jó, de ezen még lehet pakolni. Ugye nekünk itt lesz a gipszkarton fal, és valami hasonló elrendezést szeretnénk. De nem tudom, hogy el fogja férni a tévé amúgy azon a kis helyen, és még ha szekrény körbe lesz. Ezt is figyelembe. A nappaliba PS party van, a hálószobában pedig Netflix party. Szobában a nagyobb tévé. Mert én a hálószobában is szeretnék tévét, nem csak a nappaliban. Na, itt viszont nem derül ki az ára, szerintem jobb is. Nem tudom, hogy milyen árban mozog egy ilyen. Na látod? Én egy szolidabbat választottam. Hát ez nagyon egyszerű, ja. Nagyon egyszerű, de hát nem is kell ezt túlba. De ott a lecsík, igen, feketét. Ott a lecsík, tudsz végig oda pakolni, nem kell körbe rakni a tévét, nem? Mondjuk amit te mutattál, az azért jobb. Hát mert ott lehet pakolni. Igen, körbe lehet pakolni. Kicsit feldíszíteni a nappal, ilyen kiegészít, ez nagyon egyszerű, hát de mondjuk a lecsík az tetszik benne. Igen, szerintem tök jó néz ki. És a PS-t be lehet rakni oda a szekrényen belőle, nem? Ja. Hát vagy ide a tetejére. Ja. Na ez mennyibe kerül, nézzük meg. Ez 73 ezer, a tiéd azért jóval drágább lett, de ezt ne számolt bele a végén, mert ott nálad nem láttuk az árat. Nappaliba szőnyeg, ez a temuró van, ott az olcsó cuccok vannak. Hát figyelj, ahhoz képest, hogy szőnyeg 19 ezer forint, és ezt hova tennéd? A tévé meg a kanapé közé? Igen. Nagyon jó, itt is számít a méret. Nagyon jó. Jó, hát ez szép. Szép. Erre jó rálépni, nem? Igen. Meg a Suzika milyen jót aludna ezen a szőnyegen. 19.689 forint. Mondjuk a temuról nem tudom, hogy milyen lehet a minősége. Hát nem tudom, de meg kell próbálni most. Most a képen jól néz ki aztán. Jó néz ki, igen, 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 igen. Na de itt írja, Margaret Bilby írja, hogy pontosan amit rendeltem, nagyszerűnek tűnik, és nagyon melegnek érzi magát. Köszönöm. Igazán szuper színek, szép szőnyeg a szobában, megéri az árát. Na most nem tudom, hogy ezek olyan kommentelők, hogy haverok kommenteltek, vagy valódi vásárlók, de én hiszek nekik, én ezt elhiszem. Jó néz ki. Szőnyeg. Úristen. 38 ezer forint. Mi? Hát tök szép. Ne idegesítsék. Ez nem megy hozzá. Dehogy nem. Megy a kanapéhoz, hát ugyanilyen szürke-fehér a kanapé. Jó, mondjuk, hogyha az a kombináció lenne, amit te állítottál össze, hogy fekete tévészekrény, meg a kanapé, akkor menne hozzá. Na, na, látod? Hát nem vagyok én dilós. De mondom, ez is most, amit te választottál, az 20 ezer forint, amit én... Hát ez 30. Na, és 30. Akkor... Jó, jó. Na, akkor az enyém még mindig jobb. Lehet, hogy itt én választottam drágább cuccokat. Nézzük látod, a következőt. Látod, én itt próbálok költséghatóikon cuccokat választani. Persze, majd amikor élesbe vásárolunk, kiderül majd, hogy mi lesz. Előszoba szekrény? Ezt, amit mondtál, ahogy belépünk ugye ott jobb oldalt az ajtón, hogy ez ott lenne. Ez így néz ki, 218.700 forint és a szállítás ingyenes, de gondolom ezt is össze kell rakni. Nagyon jó, hogy itt vannak a méretek. Jó, ez jó, mert ide lehet ráülni. Jó.
Én is ilyet választottam amúgy. De miért minden fehér legyen? Ezt nézd. Nem, csak mondom, jó néz ki. De ez nagyon durva. Ó, na ez! Ez! Ez első osztályú. Ez első osztályú. Fehér fal lesz nálunk is, és szürke. És ez itt fehér. Ez első osztályú. Ez szép. Mondjuk én azt hittem, hogy egy ilyen többbe kerül. Ez egy kicsit megnyugtat. De hát így is van az ára. 27-es előszoba fal világos színekben. Jó, jó. Na ez! Ez hát kérlek ez nagyon szépen... kicsi. Dehogy kicsi, minek kell nagyobb? Mert ott hosszú az előtér, most ez, hát ez nem tudom hány centi lehet, és akkor mellé mit raksz? Jó, mondjuk elég, tényleg. Amit te választottál, ott van még egy része, ugye? Ott a... Igen, de amúgy, hát hasonló, mint amit én választottam. Mennyibe kerül? Ez, tehát, nagyon durva. 232 ezer forint. Van fehérbe is. Hát ez se rossz amúgy. És ott van fogas is, igen. Nagyon jó, ezt nem is láttam. Van barnába. Ó! Te jó ég! Rózsaszín? Van rózsaszínbe is. Nem, szerintem a fekete-fehér amúgy nekem nagyon tetszik. Nekem meg inkább az ilyen világosabb színek. De nehogy ez legyen, mert akkor én nem tudom. Ja, nem biztos. Mint hogy a kórházba menni, nem? Nem tudom, olyan fura. Ja. Utolsó előtti étkező asztal. Fú, Niki, hát ez nagyon gagyi. Jé, hát ez hogy néz ki? Ez a szürke rész, ez menne a munkalaphoz. Ja, a konyhabútornál mi van? 100 000 forint. Nekem ez nem tetszik. Ez nagyon gagyi szerintem. Kíváncsi leszek, hogy te milyet választottál. Jó, én jót választottam, mert nem gagyi, jó, meg minden, csak ez nem tudom, olyan fura. Fú, nekem ez fura. Nem? Miért fura? Nem tudom, de ilyen a munkaalapunk, tényleg. Amúgy, jó, ezeket amúgy szerintem úgy kellene megvásárolni, hogy élőben meg is nézi az ember, nem? Igen. Jó, de lehet, hogy lesznek olyan cuccok, amit nem élőben. Nem fogjuk visszaküldeni. Ezzel Niki kiidegel amúgy. Hát de miért? Most azért van ilyen visszaküldési lehetőség, hogyha nem tetszik, vagy nem jó valami, akkor persze, visszaküld. Akkor de nem. És akkor visszakapod a pénzt. Na, és én ezt választottam ki. Ez... Jó, ez tényleg jobb, mint az enyém. Ez sokkal jobb, és a székek is. Mondjuk itt a székkel együtt adják, mert nézd meg az árat. Elég borsos ár. Te jó. Úristen. De hogy a székekkel együtt adják. Hát és akkor te nem... mondod, hogy én milyen drága cuccokat választok, jó, aztán. Jó, ez tényleg durva, és a nézőknek is mondjuk, hogy ettől nem hiszem, hogy ezek lesznek, csak ezt tetszik, és ezt szeretnénk. De hogy amúgy, ezek olyan székek, amiket te választottál, hogy hasonlóan. Igen, de ennek is az asztalnak olyan színe van, amit én választottam. Igen, a színe akkor az miért jó. Nem tetszett? Az is szürke-fekete volt, nem, ez tudom, is az. Nem tudom, az ilyen gagyibb volt szerintem. Na jó, ez jó. Jó néz ki. Ja, te külön választottad a széket is, mert én ugye egybe választottam, de hát nem rózsaszín lesz neki. Azt mondtad, hogy rózsaszín. Hát... Mi? 65 ezer darabja? Ja, azt nem néztem. Hát de biztos van valahol olcsóbb. Most én az árat nem néztem. De nem az, hát ez múltkor még 40 volt. És egy darab... Mert ez másik oldalon van. Most lehet, hogy van egy ugyanilyen, ami... De várja, hány darab kell ebből? 4? Egyelőre 4. Veszel 4 ilyen széket, az 260 ezer forint. De jó ég. Jó, hát egyszer kell megvenni. De ez kényelmes is amúgy? Igen. Jó, puha, belesüppedek? Jó, hát erre kíváncsi hát, vagyok. Hát amúgy rózsaszínt választottam volna, csak miattad, nem? Hát jó, ne legyen rózsaszín. Ez de meg hát lehet ez meg... benne az ajtóhoz. Nem tudom. Ez is milyen asztal már? Nem pont ilyen, mindegy ilyen barnás szín van. Jó, mert ez a szín, ez egyáltalán nem tetszik nekem. Na majd, amit én választottam. Jaj, na arra kíváncsi. Amit én választottam, az a nyerő. Ezek ilyen egyszerűbb székek. Nem kell szerintem ezt se túl bonyolítani. Ezek is tök jók, vagy jó, hogy ott van ilyen kis oldal támaszod, amit te választottál. Látod, itt 139 ezer a 4 darab. Nem 250. Hát, de hát ez milyen kis csúnya. Csúnya? Hát jó van. Hát akkor már inkább olyan szék, ami az előbb választottál asztalt, és ahhoz jártak. Aha. Azok a székek. Ja. Hát ja, csak ez nagyon durva. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen árak vannak. De hát... Nem tudom, ez olyan kis egyszerű. Hát egyszerű, mint mi. Egyszerűek, mint mi. Hát elég érdekesen alakultak itt a dolgok, hogy ki milyet választana. Mondom, természetesen nem biztos, hogy ilyet fogunk választani. Megnéztük az árakat, hogy ki milyeneket választana.
hogyha tavaszra, ne talántán, kész lenne a festés, meg minden, akkor el kell gondolkodni ugye a bebútorozáson, de hát most a Niki közben kiírta nektek a képernyőre, hogy ő mennyiért választotta ezeket a cuccokat, meg én, de még rengeteg kiegészítő, amit még vásárolni kell, ezért a következő részben ezt szeretnénk nektek megmutatni, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjunk egy lájkot. Várjál, lesz ebből még veszekedés, mert inkább az ilyen sötét színeket szereted, én meg a világosat, de világos azért jobb, mert világosítja a teret. Jó, de hát a fal fehér lesz neki, akkor a bútor szürke vagy fekete kell, hogy legyen. De a bézs is jó, mert azt lehet kombinálni, hogy a padlóval még. Jó, kapcsoljuk ki a videót, és most veszekedni fogunk. Sziasztok!